Kedves nézőink, a következőkben a Szentgyörgyi Albert szakközépiskolával közösen készített Ünnepváró című sorozatunk harmadik részét láthatják. Kedves nézőink! Harmadik alkalommal köszöntöm Önöket a TV Ajka és a Szent György Albert szakközépiskola közös adventi műsorával. Hó borított a hegytető, rajta karcsú zöld fenyő, fenyő fölött tiszta ég, rajta fényes csillag ég. Három király lépeget, kémlelik a kékeget. Decemberi délután indulnak a fény után. Mirha, tömjén, vert arany, tarisznyájuk tele van. Bandukolnak csendesen, messze van még Betlehem. Már a kormasér leszállt, nincs lámpás, nincs holsugár. Ki vigyázza, merre jár, Gáspár, Menyhér, Boldizsár. Szikráznak a hópihék, a fenyőfa, ó, mi szép, tündököl a völgy fölött, csillagfénybe öltözött. Csillagfénye messze fent, mutasd, hol van Betlehem. Földön égen mindenek, dicsérjék a kisdedet. A segítő szakmákban elengedhetetlen, hogy megismerjük az emberek élettörténetét, problémáiknak, erőforrásaiknak gyökerét. Ezt a célt szolgálják az életút interjúk, melyeket diákjaink számukra érdekes, idős emberekkel készítenek. Megkértük tanulóinkat, foglalják össze tapasztalataikat, élményeiket karácsony küszöbén. Köszönöm a stúdióban Novai Nikolettet, Csertán Szintiát és Perzhofer Évát. Sziasztok! Ti régi és mai karácsonyokról beszélgettetek déd nagyszülőkkel, dédszülőkkel, nagyszülőkkel. Szintia, de konkrétan kivel? Az én alanyom Ilonka néni volt. 82 éves asszonyról van szó. 5 unokája van és már 2 dédunokája. A karácsonyról beszélgettünk részletesebben, hogy hogyan teltek az ő gyerekkorában a karácsonyok. Elmesélte, hogy nem volt túl jó és nem szerette, mert az édesapját elvitték a második világháborúba katonának. Nem engedhették meg maguknak azt, hogy ünnepeljenek, így nem is volt karácsonyfájuk. Arról szólt az egész ünneplésük, hogy a testvéreivel és az édesanyjával elmentek templomba, otthon gyertyát gyújtottak és imádkoztak az édesapjuknak az életéért. Aki aztán hazatért végül is. Igen, szerencsére hazatért, utána lett meg kamaszkorában az első karácsonyfa, akkor már egy picit ünnepelhettek, de még akkor sem volt ez az igazi. Elmondta, hogy 19 évesen kapta meg az első ajándékát az akkori udvarlójától, aki azóta a férje. És manapság hogy ünnepelnek? Van-e valami különbség? Reméljük, hogy sokkal-sokkal jobban, mint annak idején. Igen, egyetlen egy dolgot szeretett megtanítani a gyerekeinek, meg az unokáinak, és most már a két dédunokájának, hogy az a legfontosabb a karácsonyban, hogy együtt legyen a család, és ne kelljen senkiért se aggódni. De mindig volt karácsonyfájuk, és mindig volt egy kis ajándék, hogy ne érezzék hiányát a gyerekek. És ezek szerint ez az együttlét azért meg tudott valósulni az ő életében, ami nagyon fontos, azt gondolom mindenkinek. Niki, te kivel beszélgettél? Az én anyom Mónika volt, 43 éves, két gyermekes édesanya. Akkor ő már a mai karácsonyokról tud beszámolni. Igen, bár régebben leginkább őt és a testvérét, a nagyszüleit nevelték fel, és mindig megvolt nekik a legújabb játék, ajándék karácsonyra, bár sohasem kérték. És régebben mindig együtt ünnepeltek a rokonsággal, mindig december 23-án volt együtt az egész család. Mára viszont már számára átértékelődött az ünnep, és inkább szűk családi körben ünnepelnek, és karácsony első és második napján látogatják meg a rokonokat. Ő is próbál mindent megadni a gyerekeknek, és legfontosabb számára a szeretet. Hát azt gondolom, hogy mindenkinek karácsonykor az a legfontosabb, és az, hogy most szűk családi körben, avagy nagy családi körben ünnepelnek, talán majdnem mindegy is, ha együtt tudnak lenni. Így gondolom. Hát egészen más, ugye ez a karácsony, a mai, mostani karácsony, mint a régiek, amiről Szintia beszélt.
Éva, te kivel találkoztál? Az én beszélgető társam Pista bácsi volt, aki 65 éves, és már van két unokája. A Szent Estét szűk családi körben töltötték, és sajnos nagyszüleit nem ismerte, már korán meghaltak. A nagyobb testvérek díszítették a fát, hogy a kicsiknek meglepetés legyen. Mindig saját kezű díszítés volt a fám, általában festett dió vagy alma. A gyerekeivel sajnos már nem tartja a kapcsolatot, mert nagyon távol laknak, így egyedül maradt. A karácsony általában úgy telik, hogy a gyerekei meglátogatják, ha tudják, ha nem, akkor sajnos nem ünnepli. Hát igen, ez ismét egy harmadik fajta karácsony, amit te itt elmondtál nekünk. Én bízom benne azért, hogy mind a beszélgető társaitoknak, riportalanyaitoknak mindnektek nagyon kellemes karácsonyatok lesz, és ezt kívánom is nektek, kellemes boldog ünnepeket, és köszönöm szépen. Köszönjük. December 13-a Luca napja. Ehhez a naphoz is számos néphagyomány kapcsolódik. Luca napja egyszerre jóságos és boszorkányos. Egyszerre jelenik meg benne Szent Luca alakja, aki egész életében a szegények védelmezője volt, és megpróbáltatásai ellenére is megőrizte a hitét. De benne van a tér sötétsége, félelmetessége is. Jövendőlések, terményvarázslások időszaka ez, amikor a falusi emberek megpróbáltak következtetni a következő évi időjárásra, növelni a termést, az állatszaporulatot. Ekkor készült a Luca szék is, amire ráállva megláthatták a templomokban a boszorkányt. Elsősorban a Dél-Dunántúlon volt elterjedt szokás a Luca tök faragása. A tökbe különféle arcokat vágtak, gyertyával világították ki, és az ablakba tették. Készítsünk mi is egy Luca tököt! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, lássunk neki a tök faragásnak. Először távolítsuk el a töknek a felső részét, hogy ki tudjuk szedni a belsejét. Miután megtisztítottuk a töknek a belsejét, egy alkoholos víz segítségével fölrajzolhatjuk a kívánt arcvonásokat. Mikor végeztünk az előrajzolással, egy szike vagy egy kés segítségével nekiállhatunk a részletek kialakításának. Ezzel el is készültünk, mindenkinek jó munkát kívánok a lucatok elkészítéséhez. A tök számos hagyományos ételünk alapanyaga. Nézzünk ebből néhányat. Köszöntöm a kedves nézőket! Ma csirkemájat fogunk készíteni sütőtökös almás ragúval. Ehhez szükségünk lesz csirkemájra, sütőtökre, almára, lilahagymára, mézre, tejszínre, olívaolajra, vajra, majorannára, őrölt fahéjra, sóra, szerecsendióra és őrölt borsra. Az almákat megtisztítjuk, nagyobb darabokra felszeleteljük, a lilahagymát szintén felszeleteljük, és a sütőtököt is nagyobb darabokra vágjuk.
Az előzetesen az erektől megtisztított májat nagyobb darabokra vágjuk. A felkockázott sütőtököt fél puhára főzzük, közben a tésztát enyhén sós vízben szintén kifőzzük. Az előre felhevített olajban a nagyobb darabokra vágott májat megsütjük, szűrőkanál segítségével kiszedjük és félretesszük. A visszamaradt zsiradékban a vajat megolvasztjuk, a szeletekre vágott hagymát beletesszük, picit megpároljuk, belerakjuk az almát, befűszerezzük, ehhez sót, borsót, szerecsendiót, örölt fahéjat, majaranát használunk, végül rácsorgatjuk a mézet, összekeverjük, belerakjuk a sütőtököt, a májat. Ráöntjük a tejszínt is, óvatos mozdulatokkal szintén összekeverjük, és lefedve hagyjuk párolódni. Az elkészült csirkemájas ételünkhöz jó étvágyat kívánunk! Kedves nézőink, a csirkemájas ételhöz szeretnék ajánlani egy 2014-es szekszárdi Pinot Noir rozét. Jó estét kívánunk! A mai alkalommal egy sütőtökös süteményt fogunk elkészíteni. Hozzávalók, liszt, sütőpor, fahéj, kristálycukor, tojás és a kevés vízben megfőtt sütőtök. Elkeverjük a hozzávalókat, hozzáadjuk a sütőport, a fahéjat, ezt a liszttel egy kicsit elkeverjük, hozzáöntjük a kristálycukrot, beleütjük a 3 egész tojást, és ezután robotgéppel elkeverjük. Miután egy kicsit eldolgoztuk a tésztánkat, utána hozzáadjuk a sütőtököt. Ezt azért kell utólag hozzárakni, mert hogy ne keverje pépesre. Utána robotgéppel még lassú fokozaton egy picit rákeverünk. Közben addig a tepszinket olvasztott margarinnal és liszttel kiszórjuk. Miután elkészült a masszánk, belerakjuk a lisztezett zsírozott tepsibe,
kicsit elegyengetjük, majd ezután előmelegített 200 fokos sütőbe tesszük, körülbelül 20-25 percet fog sülni. Megsült a süteményünk, tetejét porcukorral meghinthetjük. Készen is van a süteményünk. Jó étvágyat kívánunk! Jézus kopogtat, gyertyát gyújtogat. Hová belép, itt is, ott is gyertyát gyújtogat. Kis gyertya hitem, vigyázva viszem. Fúvó szellő el ne fújja, vigyázva viszem. Havas határon, ezüst karácsony. Reszket a holdfény fenyőfa ágon. Havas határon, arany karácsony. Izzik a csillag fenyőfa ágon. Kedves nézőink! A következő dallal megköszönöm figyelmüket, abban a reményben búcsúzom, hogy advent utolsó hetében is velünk tartanak. Viszontlátásra! Betlehem, Betlehem, a te határidba érkezett Mária, rongyos istállóba. Ott ülvén minden hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik. A kisded Jézuska értünk siránkózik. Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik. Értünk.